következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli. Hétfőn indult az idei hannoveri vására, Hannover Messe, a világ legnagyobb ipari seregszemléje, és Jenenek Tamás, a Siemens ZRT vezérigazgatója is kint járt Hannoverben, és így első kézből tud beszámolni a főbb eseményekről, látnivalókról, vezérfonalról az idei kiállításon. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat ismét! Hát egy pár évvel ezelőtt évről évre az ipar 4.0 volt a vezérfonal a Hannover Messén. Most mi az, ami leginkább foglalkoztatta az előadókat, kiállítókat? Illetve tegyük azt gyorsan tisztába, hogy tavaly elmaradt, vagy hogy is volt itt a Covid miatt, mert voltak fönnakadások. Igen, ha megengeditek gyorsan a hannoveri kiállításról általában, mondok pár szót, és utána a Siemens kapcsolatáról is. Köszönjük a lehetőséget, valóban még nagyon frissek az élmények, sőt ma nekünk lesz egy partner találkozunk, ahol szintén ezekkel a inputokkal tudok egy megnyitót tartani. Ez most már egy 75 éves kiállítás, mindig is nagyon fontos szereplője volt a Siemens is, és igen, az ipari technológiára épülő, az energiaelosztásra épülő kiállításról beszélünk. Sajnos az ismert körülmények miatt az elmúlt két évben nem volt, illetve egy online verzióba igyekeztek a kiállítás szervezői bevonni a kiállítókat, a résztvevőket, és nagy örömünkre idén meg sikerült megtartani hibrid formába, tehát a valóságban is ott tudtunk lenni, de van online elérhető platform is. Sajnos ugye a Covid még azért itt van, és főleg ez az ázsiai kiállítók, az ázsiai látogatók számába érezhető volt, de ennek ellenére nagyon nagy volt a várakozás, és látszik, hogy nagyon sokan érdeklődnek, és örülnek, hogy személyesen mehetnek, megfoghatják, megnézhetik, beszélgetnek egymással a kiállítók és a látogatók. Úgyhogy igen, egy rövid szünet után most újra élesbe lehetett találkozni a partnerekkel. Na és mi volt a vezér motivum, vagy a vezérfonal, volt egy ugrás a három évvel ezelőtt? Hát igen, gondolnám, hogy a beszállítói lánc, chip hiány, energiaárak ezért ott előtérbe kerültek. Igen, de próbáltuk ezt a mindennap előforduló negatívumokat, legyen a szállítás hatályú chip hiány, most kicsit félrerakni, és kicsit élvezni, nézni azt, hogy milyen irányba fejlődik a technológia. Nyilván egyértelmű, hogy itt az IT, OT világ összekapcsolása, a digitális transformáció a fő irányvonal, hogyan tudunk üzemeket, gyártásfolyamatokat összekapcsolni, hogyan lehet még energiatakarékosabban üzemeltetni ezeket, vagy hogyan lehet a fenntarthatóság céljait minél gyorsabban elérni, megvalósítani a mindennapi ipari folyamatokban, és hát természetesen ez azt is jelenti, hogy a Siemens, mint hagyományos kiállító mellett nagyon sok IT világból jövő nagy cég is megjelent, és bemutatta az elképzeléseit, a jövőbeni portfólió elemeit, de ugye akár a hidrogén, mint új technológia is 250 cég prezentált valamiféle hidrogénnel kapcsolatos irányt, de a lényeg mégiscsak ez az IT vonal erősödése. Sokkal kevesebb hardvert látni, vasat látni a standokon, és sokkal több kommunikáció, IT-re utaló, adatgyűjtésre utaló technológia kerül bemutatásra. Ami még nagyon színesíti a dolgot, hogy ugye az öltözködésben is látszik ez a transformáció, eltűnnek a nyakkendős, öltönyös standszemélyek. És megjelentek a kockák. Megjelentek a kockák, ez az okniba is látszik, megjelent a fehér sportcipő, megjelent a színes öltözködés, a sportosan elegáns színes öltözködésről beszélek. Abszolút térjünk rá a Siemensre, csak hogy nekem az jutott eszembe, és tényleg nem akarom ebbe a negatív sodorba vinni a beszélgetést, de a másik ugye téma, és itt az energia előkerült egyértelműen, a digitalizáció pedig azért erős, mert ugye a munkaerőhiány az elég, és az automatizáció kapcsolata azért az látszik, az is egy pár év távlatából, tehát gondolom, hogy azért nagyon jelentős ez a téma. Azért is. Abszolút, tehát az automatizálás az folytatódik, és folytatnia kell, például olyan okokból is, hogy a munkaerő hogy lehet kiváltani, vagy hogy lehet besegíteni egy hibrid technológiával, hogy csökkentsük ezt a fajta kockázatot, de egyértelmű főirány, és ez a Siemens stadján is látszott, hogy az OT, IT, tehát
az ipari, a gyártási folyamatok szintjén lévő információ összekapcsolása, a vállalatirányítási informatikai folyamatokkal, és ennek a fejlesztése, ebbe való tovább lépés, ez a fő motorja, a drivere a technológiáknak, hiszen végtelen adatunk van, de véges az erőforrásunk. Az OT az az operational technology, ugye, hogyha esetleg valaki nem tudná rövidítést. Igen, az a gyártási felület, ahol igen. Valóságban gyártunk, ahol készülnek a termékek, ahol a gyártási folyamatot bonyolítjuk. És akkor egy nagyon érdekesség még, hogy nyilván, ahogy minden évben idén is a német kancellár megjelent a standon, és körbejárta Olaf Scholz a standunkat, és kipróbálta az újdonságokat, köztük a Simrode nevű eszközünket. Múlt héten beszéltünk a digitális ikrekről, ez tulajdonképpen ahhoz kapcsolódó téma. A standon egy szimulátor, egy autószimulátor mondjuk így ki volt állítva. Ezt azt gondolom sokan láttak ilyet, tehát ezt nem érdemes külön taglalni. Viszont ehhez párhuzamosan az a fajta digitális, virtuális tér is köré lett építve, ami segíti jobban megérteni, hogy miről is szól ez a technológia. Ki tudjuk próbálni, forgatjuk a kormányt a valóságba, láthatjuk, hogy a lengéscsillapító vagy a légellenállás miként hat az autóra, és esetleg azt miként tudjuk változtatni, akár azonnal virtuálisan a kocsi formáját vagy a kocsi beállításait finomhangolva, és nyilván ez a virtuális valós összekapcsolás volt a fő üzenet, és talán ezért is keltette fel a kancellár úr érdeklődését, és ki is próbálta. Na, de sok más érdekesség is volt. Ezeket egyébként Magyarországon magyar érdeklődők számára is meg lehet valamikor nézni majd? Van erre ugye, terv? Maga ez a demonstráció, ez nem lesz elérhető, ez erre a kiállításra készül. Ja, értem. Maga a technológia, tehát ez a digitális iker technológia természetesen elérhető, ugyanúgy, ahogy egy német cég, egy dél-amerikai, egy ázsiai, egy magyar cég is meg tudja vásárolni, meg tudjuk mutatni, tehát kollégáink segítségével be tudjuk vezetni az érdeklődőket ebbe a világba. Hogy ez micsoda, azt a villastegeli.hu oldalon meg lehet nézni, a podcastek között ott van. Nagyon érdekes beszélgetés volt a digitális sikerekről a múltkor. Hát gratulálunk igen. A hannoveri... Még ha megengeditek, csak nagyon, nagyon röviden, a fenntarthatóság kapcsán C-Green, tehát Siemens Green zöld applikációnk segít már a felhasználóknak és a gyártóknak beazonosítani, hogy bizonyos termékek milyen karbonlábnyommal rendelkeznek. Uh-huh. Úgy látjuk, hogy ez egyre érdekesebb a jövőbe, és egyre több olyan vásárló lesz, akinek ez fontos. Nem de mire kell gondolni a terméknél? Arra kell gondolni, hogy ezzel az applikáció segítségével pontosan kimutatható, hogy milyen széndioxid hatással volt a földünkre, a világunkra, annak a terméknek az előállítása, illetve annak a terméknek a használata, és majd egyszer mondjuk a megsemmisítése. Milyen energiákra volt szükség, pontosan a széndioxid mennyiség, ami ahhoz föl lehet használva, ez kimutatható, és nyilván a cél az, hogy olyan termékeket gyártsunk, ahol ez minél kisebb, sőt, ha lehet nulla legyen a végén, és azt gondoljuk, hogy a felhasználói körben egyre többen lesznek olyanok, akik ezeket a termékeket fogják keresni, amik bizonyítottan csökkentett széndioxid kibocsátáshoz kapcsolódnak, és minél fenntarthatóbb jövő felé irányítják a világfejlődést. Igen, ez szerencsére egyre fontosabb döntés. Hát akkor itt a Siemensnek az ESG lépései közül az egyik ez. Oké, Tamás, nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen az információkat. További jó munkát kívánunk. Szívesen máskor is köszönöm a lehetőséget. Szép napot a hallgatóknak. Gyeránek Tamással beszélgettünk, a Siemens ZRT vezérigazgatójával, a Hannover messzén járt kint, többek között nyilván a Siemens standján, de az egész messzéről beszélt nekünk. És mi pedig megyünk tovább Taríboly a híreivel, de előtte egy pár információ még a hallgatóktól. Nincs, ne viccelj, van egy csomó. Közlekedési nincs. Közlekedés, az sok van egyébként, mert megint baleset történt, tehát a Rákóczi híd Pesti híd főjén, a Soroksári út felé vezető lehajtóban, úgyhogy ott biztos, hogy torlódás van, és vannak üzeneteink Messenger alkalmazással, azt mondja, hogy miért nem használnak csomagautomata plusz biciklis futár kombót? Kérdezte meg a kedves hallgatónk itt a futár kapcsán. Hát igen. Hát szerintem az időtényező. Nem tudom. Hát nem biztos.
Tehát lehet, hogy csak egyszerűen nem tudnak úgy megállapodni. Hát de nem, hát azért... Vagy lehet, hogy használnak. Hát, ha jól értettem, úgy működik a dolog, hogy a sok-sok KKV-től össze kell gyűjteni az árukat, és akkor avokat utána kivinni a csomagautomatába. Tehát oda nem fér el egy biciklis futárnál, tehát az abszolút nem lenne hatékony, az időt nyújtaná meg, amikor az alapvető elvárás, hogy hamar és vigyék ki. Tehát amikor az automatákat látják el, akkor oda azért megtelik egy jó, nagy furgon, és tehát az nem nagyon lenne hatékony. Én a kiszállítás oldalra gondolnék. Tehát, hogy tudod, mert tehát aki feltölti az automatákat, ez egy cég. És a másik az pedig az, aki a kiszállítás, tehát odavinni az automatákhoz, az egy logisztikai raktárból történik be az automatába. Igen. Többet. De kifele is lehetne a másik oldalon, tehát fölveszi a futár, és neked elviszi. De hát nekem nem viszi el. De, hát az automatához viszi. De igen, de fordítva is lehetne. Tehát az automatából is vihetné egy másik futár biciklivel hozzád. Nem, hát kényelmessé téve. Dehogy is, hát az automata... Miért ne? Hát simán. Hát ha az a lényeg, hogy az automata útba essen, akkor ott már minek futároztatni meg? De egy annyi automatát jelentőség telepíteni 500 méterenként egyet. Hát erről beszéltünk, hogy ez lesz. De 500 semmi méterenként ott egy semmi, sok. Ott már nincs szükség. Semmiféle. Nincs még egy ezbetűs szavad, amit belekeverhetnék. Na, szóval szállításra. A szentségit neki. Jó. Na, szóval ennyi. Szerintem itt pont az a lényeg, hogy minél de sok nagyobb tömeget Gábor, tudjanak egyszerre kivinni, és onnan mindenki elhordja magáét. Nagyvárosokban van sokszor, ez egy kényelmi szolgáltatás, a biciklis futár viszi ki az automatából, és a kisebb borítékokat például abból elfér egy táskába rengeteg, tehát ő teríti onnan szét. Tehát ez egy logisztikai kérdés. Én még erről nem hallottam. Ennek. Na, azt mindegy, gondoltam, hogy ennek az értelme, hogy onnantól mindenki maga viszi el, ott már nincs szükség pont futára. Hát ez döntés kérdése. Okay. Na, akkor félreértettem. Tari Ibolya jön a legfrissebb hírekkel, információkkal, mi pedig megyünk tovább, mi pedig jövünk vissza, nem megyünk tovább, mégpedig azzal, hogy mi van a magyar vasúti áru fuvarozással, mert hogy úgy tűnik, hogy végnapjait éli, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnöke, a Rail Cargo Ausztria igazgatóságának tagja Kovács Imre lesz a beszélgető partnerünk, maradunk tehát a logisztikánál. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.